augusztus 22-én ismét egy nagyszabású rendezvénynek ad otthont a Dunaharaszti Városi Sportcsarnok, illetve annak udvara. Most mit láthatnak az érdeklődők? Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Augusztus 22-én a Fergeteges Sziszi előadást, musical előadást láthatja majd a közönség, amelyik Erzsébet királynő életszakaszát dolgozza fel. Kiknek a segítségével? Hát az Experience táncegyüttes segítségével láthatják majd a produkciót. Ők már Dunaharasztin is megmutatkoztak, illetőleg országosan, illetőleg nemzetközileg is ismert táncművészekből álló együttest láthatnak majd, kiegészülve musical színészekkel, és azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes élményben részesülhetnek majd mindazok, akik eljönnek hozzánk. A szereposztásról lehet tudni valamit? A szereposztás pontosan nem tudom. Annyit tudunk, hogy sajnálatos módon változás történt a főszerepben. Ugye sajnálatos baleset következtében a főszereplőt, aki magát Sziszit alakítja, cserélték, és egy új szereposztással láthatja majd már a dunaharaszti közönség is. És ahogy említettem, nagyon képzett táncművészek alkotják az együttest, illetőleg musical színészekkel kiegészülve, akik mind táncolni, mind pedig énekelni tudnak. A zenét pedig ugye a száztagú cigányzenekar fogja szolgáltatni. Igen, a zenei aláfestést a száztagú cigányzenekar szólistái, 20 szólista érkezik majd ide Dunaharasztira, hát őket sem kell bemutatni, és nagyon népszerű slágerek hangzanak majd el az előadás során, néhányat kiemelve Liszt rapszódiái, Monti csárdása, Pacsirta, Radetzky mars, és hasonló dallamok csendülnek majd fel. Igen, és ugye 2014 márciusa óta ugye hungarikummá váltak, ugye? A Szászagú cigányzenekar, igen. Egyébként az Experience az pedig 13-ban tűzte műsorára ezt az előadást, és azóta játsszák más-más szereposztásban. Igen. Ugye arról volt szó, hogy az udvarban lesz ez a színházi előadás, mivel készüljenek azok, akik szabadtéri színházba jönnek? Hát akik szabadtéri színházra készüljenek, azzal, hogy nyár este lesz már, egy picit a nyár végét búcsúztatjuk, lehet, hogy az időjárás egy picit hűvösebb lesz, de mindenféleképpen szeretnénk szabadtéren bemutatni. Egyébként párnát nem kell hozni, mert párnázott székek alkotják majd a nézőteret, és reméljük, hogy egy nagyon kellemes nyárestével tudjuk búcsúztatni az augusztusi ünnepkört is, a búcsút. És amennyiben mégis rosszabb idő lenne, hol tartják ezt, vagy mikor lesz esőnap? Esőnap nincs. Tehát augusztus 22-én kerül mindenféleképpen megrendezésre az előadás, ha nem szabadtéren, akkor zárt térben a sportcsarnok épületében fogjuk megtartani, ugyanolyan körülmények között, ugyanazzal a nézőtérkiosztással, tehát mindenben ugyanazt a látványt és ugyanazt a látványtechnikai elemeket fogják a nézők kapni, mint szabadtéren.